A kiállítást dr. Kaufmann Gábor állatorvos nyitotta meg, méltatva a fotóst, aki gyermekkora óta szereti és óvja az állatokat, növényeket. Természetemben a fő érdeklődési köröm a madarak, a madárvilág, illetve talán utána, ha ezt lehetne ilyen rangsorba állítani, a növények. De mivel tényleg ez egy egység, tehát azt lehet mondani, hogy ami a természetben ma már látható, minden érdekel gyakorlatilag. A Születés Bazilika a világ egyik legrégibb keresztény temploma. Egy kicsiny barlang fölé épült, melyet már a korai keresztény időkben Jézus születési helyeként tiszteltek. A Habsburg Rudolf nevét viselő cserkész csapat vállalta, hogy minden évben karácsony előtt elmegy Betlehembe, és a születés templomából elhozza Európába a lángot, amit Bécsben egy nagyon szép ünnepség keretében osztanak szét Európa minden országából a láng fogadására érkező cserkészeknek. A közelgő ünnep arra figyelmezteti a mai kor emberét, hogy álljon meg egy percre, csendesedjen el és élje át a meghitt perceket. Ezt az élményt segítette elő a katolikus iskola karácsonyi koncertje is, melyet egyfajta ajándékként szánnak az érdeklődőknek minden évben. A műsorban fellépő gyermekek már december eleje óta lázasan készültek, hogy egy szeletnyi karácsonyi hangulattal örvendeztessék meg szüleiket, hozzátartozóikat és tanáraikat. Ez az a 35 darabos Herenden készített porcelánkészlet, amelyet Bászler Nándor ajándékozott a kastélynak. Családi hagyatékról van szó, édesapja az Eszterháziak uradalmi tisztjeként rendelhette meg magának a sorozatot az 1930-as években. Bászler Nándor Szentendrén él, a mai bemutatón nem tudott jelen lenni, de minden nyáron ellátogat pápára. Eddig két pohárkészlet került vissza az Eszterházi kastélyba. A berendezési és használati tárgyak gyarapodása mellett előrehaladás tapasztalható az ősök csarnoka festményeinek pápára kerülésében is, mondta a tájékoztatón dr. Áldozó Tamás.